Köszöntök mindenkit, sziasztok! A következő egy-hét napban egy kicsit változatosabb lesz időjárású, ugyanis két front is érkezik, amely némi csapadékot is hoz magával. Ezt követően azonban szárazra fordul időjárású, és néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. A nyugati ciklon előtt délies áramlással melegebb levegő jön fölénk, majd szerdán megérkezik a hozzátartozó gyengülő front, amely felhősödést és csapadékot hoz magával. Jelentős lehűlésre azonban nem kell készülni. Éjszaka az érkező front hatására nyugat felől fokozatosan megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az éjszaka második felében, főként hazánk nyugati felén már csapadékra is számíthatunk. Az ország keleti harmadán reggelig csak a magas szintű felhőzet növekszik meg, arrafelé csapadék még nem várható. A déli szél fokozatosan mindenütt veszít erejéből, de az Észak-Dunántúlon élénk széllökések még előfordulhatnak. A hőmérséklet hajnalban általában 11 és 17 fok között várható, de a szélvédett északkeleti tájakon ennél akár több fokkal hidegebb lehet. Napközben aztán nyugatról kelet felé vonul a front felhőzete és a gyengülő csapadék zónája, emiatt jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen valószínű időszakos eső, záporeső, néhány milliméter nagyobb területen lehullhat. Eközben délnyugat felől már délelőttől csökken a felhőzet és kisüt a nap, de gomoly felhők képződnek, amelyekből néhány helyen zápor előfordulhat, kis eséllyel zivatar is lehet. Délután már a keleti ország részben is felszakadozik a felhőzet. A déli délnyugati szél élénk, a Dunántúlon időnként erős lesz. A hőmérséklet délután általában 19 és 25 fok között alakul, de a tartósabban felhős, csapadékos tájakon néhány fokkal hűvösebb lesz. Érkezik még a héten újabb front, amelynek hatására csütörtökön és pénteken több helyen lehet csapadék, ezt követően viszont száraz idő valószínű. A front mögött néhány fokot visszaesik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok! Sziasztok!